Tiszteltek, köszöntöm a Licon Televízió kedves nézőit 2018-ban először, már ami az Eszterházi Sportcím magazin műsorunkat illeti. És hát ahogyan megszokhatták kedves nézőink, női kézilabdával kezdjük mindig az évet. Nem csak azért, mert kiemelte jó eredményeket várunk a lányoktól, és nem csak azért, mert jó eredményeket is hoznak, és jól állnak a bajnokságban, hanem azért, mert udvariasak vagyunk, és hát illik lányokkal kezdeni egy évet. Köszöntöm a stúdióban mai két vendégemet, Buzsáki Nikolettet és Petrovics Gerdát, az Eszterházi KSC másodosztályú női kézilabda csapatának játékosai. Sziasztok lányok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Szia! Bár mondjuk nem meghívás volt, mert Lutka Péter csoportvezetőre ráírtam, hogy akkor kik jönnek ma a felvétel, és titeket jelölt ki. Szóval ez ilyen kötelező megjelenés, vagy ezért örültetek, hogy jöhettek hozzám? Csak hát őszintén. Nagyon örültünk, hogy találkozhatunk veled, igen. Úgyhogy nem, nagyon jól esett a meghívás is, hogy veled kell eltöltünk ezt a délutánt. Hát csak fél órát, de azért minden point ne lőjünk létre kedves nézőknek. Nem, nyilván ti majd mentek edzésre, én pedig a dolgomra, nem az edzése. Na de akkor beszélgessünk itt komoly témákról, hiszen két bajnoki fordulón már túl vagyunk itt a 2018-as esztendőben. Két meccsen, két győzelem és plusz 29-es gólkülönbséget abszolváltak a lányok, amivel továbbra is 3 ponttal vezetik a másodosztály keleti csoportját. Hát alaposan bekezdtetek. Számítottatok ilyen magabiztos startra, hogy rögtön itt csapjunk a közepébe? Szerintem az Orosház ellen nem számítottunk rá, hogy ilyen magabiztosan tudunk nyerni. Tehát a Vásárhely, azt gondolom, még benne volt a pakliba, hogy ezért magabiztosan fogunk győzni, de ezt az Orosházát szerintem senki nem gondolta, hogy ilyen nagy arányú győzelem lesz. Igen, csak hogy konkrétak legyünk, másfél hete, amikor a tavasz nyitófordulóban a Hódmezővásárhely látogatott Egerben, akkor 13 góllal 28-15-re sikerült legyőznünk az alföldieket. Most vasárnap pedig Orosházi rangadó szerepelt a programban, és hát azok után, hogy ősszel nagy csatában hazai környezetben mindössze 1 góllal vertük az orosháziakat, most 40-24-es végeredmény született. Hát elég kemény lehetett, én nem voltam ott sajnos a helyszínen, de hát olvasva azt, hogy folyamatosan nő a különbség, folyamatosan nyílik még mindig az olló, még mindig, és hát 40 gólt lőni Orosházán, úgyhogy csak 24-et kapsz, hát nem tudom, mit mondott Debre Viktor az öltözőben a meccs után nektek erre a produkcióra? Hát, hogy igazából ő mindig is tudta, hogy mi mire vagyunk képesek, vagy hogy talán ő az egyetlen a csapatban, aki ezt tudja. Hogy számított arra igazából, hogy győztesen jövünk ki ebből a meccsből, de ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ő se számított ekkora, vagy hát bele se gondoltunk mi se, hogy ennyivel fogunk tudni nyerni, és meccs után szerintem fel se fogtuk még egy darabig, az úton is beszéltük, hogy ennyivel hogy tudtunk nyerni, azt még mindig nem tudjuk. Hát igen, másfél évvel ezelőtt ugye teljesen más lelki állapotba jöttünk azon, és tudom, Gerda, rázod a fejedet, mindig fel kell hozni, de hát így van, mert akkor én is ott voltam veled a Orosházán, és hát emlékszem, hogy az egy olyan lelki állapot volt, hogy egyszerűen, hát tényleg nehéz volt megemészteni, de most egy másfél évvel rá egy teljesen más szituációban mondhatjuk, hogy más csapat, mert azért a keret magja az egyben maradt, de azért mégis vannak újak, más a szakvezetés. Lehet mondani, hogy ez egy másik gárda már teljes mértékben? Mármint nálunk? Hát kinél? Persze. Hát az Orosházban. Nálunk, persze. Hát lehet mondani nyilván, meg szerintem azért teljesen más felfogásba is játszunk, meg edzünk, tehát lehet látni rajtunk, hogy minden edzést, minden meccset teljesen komolyan veszünk, tehát nincs az, hogy jó, ezt most kicsit elalibizem, vagy kicsit nem figyelek oda, vagy nem teszem oda magam, mert ez most nem fér bele. Azt mondtad az előbb, Niki, hogy a meccs után Debre Viktor azt mondta nektek az öltözőben, hogy ő mindig is tudta, hogy mennyi van bennetek. Ez azt jelenti, hogy ez a vasárnapi produkció mondjuk egy 100% volt, amit a csapat, tehát a csapat a tudása legjavát tette a pályára, vagy azért még mindig vannak úgymond rejtett tartalékok, még mindig lehet ennél is jobban játszani, vagy tényleg azt mondjuk, hogy ez most ha nem is tökéletes, de nagyon-nagyon közel volt a tökéletes produkciójához a csapatnak? Hát szerintem az, hogy ennyivel tudtunk nyerni egy ilyen jó Orosház ellen, az
az fenomenális, tehát hogy szerintem nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, pláne a védekezésben, ami szerintem nagyon összeállt, pláne azért, mert ugye itthon egy góllal tudtunk nyerni ellenük, és hát ez még nagyon kezdetleges volt ott, ahogy összeállt ugye a csapat, mert ugye a második forduló volt, és így a fél év után szerintem nagyon jól összeállt a védekezésünk, és ott szerintem nagyon jót teljesítünk az utóbbi időben. Hát és támadásban is igazából, akit utána, aki bekerült és játszott, az mindenki hozzá tudott tenni gólokkal vagy védekezésbe, tehát szerintem most nagyon jól produkáltunk. Kicsit kitértél a válaszadás alól. Szerintem mindig... Jó politikus lennél. Szerintem mindig van feljebb, tehát mindig... Mindig tudunk, vagy lehet... Mit mondtál? Sablon. Sablon, persze. Tehát igen, tehát mindig szerintem lehet jobbat testen, de jó volt. Szerintem csapatszinten volt az, hogy tényleg a maximumot nyújtottuk, és egyénileg nyilván mindenkinek van még mit csiszolni a játékán. De ez maga mit jelent? Statisztikát láttatok például a meccs után? Hát még nem. Még nem. Még nem. De azért nagyjából visszaemlékezve, azt tudom, Niki, te 10 gólt lőttél, 10 lövésből? Nem, egyet kihagytam. Na hát akkor itt már is van egy 10%-os rés. Gerda, te ugye jól megszabd 3 gólt szereztél. Igen. Volt még lövésed ezen kívül? Gyorsan a statisztikát. 2 talán. Hát akkor azért 60%-os hatékonyság. Csak nem vicceltem egyébként, de nyilván irányító szerepkör az teljesen más, hiszen ugye neked mozgatni kell az egész játékot támadásban. A szélsők meg vagy kapnak labdát, vagy nem, hát szerencsére. De most ugye betörésekből is született gól, tehát bent is játszottál belső poszton. Figurából kerültem csak be, illetve amikor hátrányban voltunk, akkor kerültem beljebb. Igazából abból volt szerintem 2 lövésem talán, vagy 3. Egy átlövésem volt, ha jól emlékszem, meg az egy volt. Betörés biztos. Hát most megint vissza fog térni arra a nyambat másfél évvel ezelőtt. De ott is volt, emlékszem, igen, amikor belső poszton játszott, emlékszem, és 2 perccel, vagy 1 perccel, másfél igen. perccel a vége előtt felugrottál, átlövés, gól, belefújtak azok a, nem is tudom, hogy milyen jelzőkelésen bírókat, és ha már lefújták, akkor azért a kétkezes lökésért a levegőbe adhattak volna egy 2 percet, nem adtak, meg a gólt sem adták meg. Mindegy, csak azért mondom, hogy úgy tudjuk, hogy Orosházban az átlövés gólok, azok így folyamatosan jönnek Buzsáke Nikolett nevéhez, nem? 1-1. Igen, 1-1. Igen. De az folyamatos. Igen. Na jó, hát szerencsére jó hangulatban vagytok, meg én is. Nyilván keddi napot írunk, tehát ilyenkor még nagyon a hét elején vagyunk, és hát 2 nappal ezelőtt volt ez az Orosháza meccs, de azt gondolom, hogy általában is most ilyen jó a hangulat a csapatnál, hiszen elég a tabellára nézni. Nagyon összeálltatok, most már azért hónapok óta nem ver meg titeket senki, már ami a tétmérkőzéseket illeti, hiszen fogunk mindjárt beszélni a dobókupának a tanulságairól is úgymond. De tényleg én is úgy érzem, amikor fent vagyok nálatok a csarnokban edzéseken is, hogy jó a hangulat, az edző, a szakvezetés is tréfál sokat úgymond veletek ti is. Hát nyilván azért van néha egy kis feszültségedzés, amikor valaki nem tud valamit megcsinálni, vagy mondjuk 11-ből 10-et lő, de viccet félretéve tényleg jó hangulat, és azt gondolom, hogy ezt is vissza tudjátok igazolni a pályán. Igen, tehát nyilván amikor egy csapat ilyen sikerszériában van, ha lehet így mondani, akkor tehát nyilván nincs oka úgymond szomorkodni a csapatnak. Hát reméljük, hogy ez azért így is fog folytatódni. Meg szerintem azért most egy jó közösség alakult ki a csapatnál, tehát most nem azt mondom, hogy 0-24-ben együtt töltjük minden napjainkat, de nincs is az, hogy mondjuk unott pofával mennénk az edzésre, hogy ó, már megint itt kell lenni. Uh-huh. 2 évvel ezelőtti szezonra visszatérve, ugye sokat nyilatkoztatok azóta is, megbeszélgetetek, hogy akkor azért nagyon egyben volt szezon közben a csapat, hogy akkor nagyon küzdött mindenki egymásért, hogy sikerült a vége, nyilván rosszkor jött hullámvölgy, stb. De hogyha ahhoz a csapat összetartó erőhöz, meg ahhoz a hangulathoz hasonlítjuk a mostani menetelést, a mostani időszakot, akkor nagyjából azonos a dolog, vagy tényleg azért az új emberek miatt, az új szakvezetés miatt mondható az, hogy más, de mondjuk hasonlóan jó? Hát mindenképp más, tehát hogy nyilván változtak azért a játékosok is, meg a vezetőség is, ahogy mondtad, de az érzés szerintem hasonló, mint akkor volt. Igen, mert azért tavaly, jól emlékszem, tehát akkor sok volt a baj. Jöttek ezek a nem várt zakók, sok gólt kaptatok, kis Szeged idegenben, ugye
Egy érdekes pont, most ők jönnek majd szombaton, nem is ezért hoztam fel, csak hogy azért akkor nagyon nem volt egybe a történet, és most meg úgy látszik rajtatok, hogy egymásért is küzdötök megint. Tehát hogy azért ez hiányzott meg, gondolom, hogy egy csapatnál azért ez nagyon fontos kell, hogy legyen, nem? Hogy legyen ilyen érzés mindenkiben a másik iránt. Igen, meg szerintem azért a két évvel ezelőtti év nagyon rányomta a bélyegét a tavalyira, tehát nem azzal volt a probléma, hogy utálták egymást a játékosok, hanem ez az önbizalom kérdés egymást is, tehát... Hát meg nehezen tudtuk feldolgozni, és hogy még mindig elő tud jönni ez a két évvel ezelőtt, tehát hogy ez nyilván ez maradandót nyújtott, és most meg szerintem azért küzdünk, hogy most már úgy tényleg úgy igazán megérdemelnénk ennyi munka után, hogy úgy kijöjjön belőlünk a maximum csapat szinten is, meg szerintem egyénileg is. Igen, egyébként én is azon gondolkoztam pont a vasárnapi meccs után, hogy két évvel ezelőtt hagyták volna a fenébe azt a két pontot, nekünk Orosházán feljutunk, hát azóta folyamatosan megverjük őket, szóval ők jártak ezzel a legrosszabbul, de hát most már tényleg többet nem hozom szóba ezt a két évet, ha csak két évvel ezelőtt a szezont, ha csak hasonlat erejéig nem, hogy hát igencsak jól állunk most a bajnokságban, de hát ne nézzünk ennyire előre, sokkal inkább még itt a téli felkészülési időszakra, hiszem az, hogy ilyen jól sikerült kezdeni, ahhoz kellett egy jól sikerült őszi szezon, egy jól kialakult csapat egység, jó összhanggal, szakvezetéssel, illetve nyilván egy jó téli felkészülés is, amely hát rövidebb volt jóval, mint a nyári, tekintve az időtartamokat, viszont hát gondolom, hogy nem is fáradtatok annyira bele, mint az első két és fél-három hétben nyáron, viszont voltak hasznos felkészülési meccsek dobókupával. Hogyha ezt nézzük, hogy hogyan sikerült a január, akkor az elmondható, hogy szinte tökéletes volt ez a felkészülés arra, hogy a tavasz jól sikerüljön? Hát szerintem attól függetlenül, hogy rövidebb volt, szerintem azért elég intenzív volt ez a téli felkészülés is, tehát azért szerintem sokat edzettünk. Nem csak szerinted. Nem csak szerintem, akkor szerintem mindenki szerint. És szerintem nem csak szerintetek, hanem a többiek szerint is. Tehát nagyon sokat edzettünk, és azért szerintem nagyon sokat készültünk. Hát én a dobókupáról annyira nem mondhatom el, hogy számomra eredményes lett volna. Viszonylag jól sikerült az őszi szezonom. Volt egy kis hullámvölgyem az alapozás közben az edzőmérkőzéseken, amit most úgy néz ki, hogy talán egy kicsit tudtam korrigálni ezzel a hétvégi bajnokival, úgyhogy én a dobókupáról... Már az a 11-ből az jobban nézett volna ki. Kupáról, vagy a dobókupáról ennyit tudnék nyilatkozni. Igen, hát azért mielőtt Gerda, neked is átadnám újra a szót, hogy elmesélt, hogy számodra hogyan telt ez a dobókupa, annyit azért áruljunk el, hogy a szokásos 8 csapatos téli felkészülési torna idén csak 7 csapatos volt, hiszen a torna előtti két hétben kb. 3-4 csapat játszott azt, hogy akkor jön, nem jön. A végén még egy nappal a torna előtt, ahol egyébként szombati ellenfél kézilabda szegedese visszamondta a felépítést, és ezért 7 csapat indult. Játszottatok ugye a csoportban 3 mérkőzést, elsőként pont kikaptatok a Nagyatától, akik ugye az NBA-ben nyugati csoportjában szerepelnek, majd erről a meccsről mindjárt azért beszélünk. Aztán sikerült megverni a Dorogot, az NB2-es Dorog csapatát, illetve vasárnap délelőtt a harmadik csoportmeccsen a Pázmán Gárdony gárdáját, és így a bronzmérkőzésen vehettetek részt. A csurgót, bocsánat, hiszen a bronzmeccsen játszottatok. Gerdának elég csak így kicsit csúnyán nézni, nem? És akkor már tudom, hogy rosszat tettem. Tehát a bronzmeccset a Pázmán Gárdony ellen sikerült, azt szerintem 16-tal nyertünk, vagy hogy nem tudom, de nagyon sima. Elég simán. És hát ez volt a dobókupa. Az előbb Niki mondta, hogy neked annyira nem sikerült jól, hogy nem érezted úgy. A csapatnak hogy sikerült, hiszen ugye rögtön itt egy vereségbe, egy pofonba szaladtunk bele egy nálunknál azért alacsonyabban kvalifikált együttestől, akik nagyon harcosak voltak, nagyon éhesek voltak. Én azt láttam kívül, hogy ti nem. Mármint, hogy nem voltatok annyira éhesek. Ez azért ilyen helytálló megállapítás? Tehát ti is így érzitek? Már nyilván tudom, hogy mindig nyerni akartok, meg harcoltok, de ez szerintem most nem volt az a nagy... hogy felkészülési mérkőzés volt. Erre gondoltam. Tehát, hogy így az alapozás után közvetlen, szerintem még ott fáradtabbak is voltunk, tehát, hogy nem voltunk annyira pihentek, nem tudom, hogy a többi csapat hogy érkezett, de én ezt éreztem ott, pláne a legelső meccsen.
Hát nem arról volt szó, szerintem, hogy nem vettük elég komolyan a mérkőzést, vagy hogy, ahogy szokták mondani, hogy csak a messzt vittük fel, stb. Tehát nem gondolom, hogy erről volt szó, hanem inkább kicsit ez a fásultság, fáradtság közrejátszott, ráadásul utána ugye nem is volt pihenőnk, hanem így két hetet edzettünk egybe, plusz ugye a meccsek. Úgyhogy így ezért elég fárasztó volt, ráadásul pont az alapozás közepén voltunk, meg hát azért négy meccset lejátszani két nap alatt, és azért ugye nem sok cserét szokott alkalmazni Viktor, tehát hogy azért nagyjából ugyanazok az emberek játsszák végig a meccseket. Igen, az elmúlt két évben megnyertük a dobókupát, akkor viszont a bajnokság végén nem olyan eredmény született, amilyet szerettünk volna, ezért mondják, hogy felkészülési torna, nem akkor kell csúcsformában lenni, hanem amikor két pont jár egy bajnoki győzelemért. Hát akkor legyen ez fordítva idén, javaslom, hogyha most annyira nem sikerült jól a dobókupa abból a szempontból, hogy nem sikerült megnyerni hazai pályán, akkor hát valóban, ha a főpróba nem volt jó, akkor legyen jó az előadás. Eddig viszont jó az előadás mindenképp, hiszen beszéltünk a Hódmezővásárhelyi és Orosház elleni győzelmekről. Ugye papíron 5 rangadó vár rátok a tavasszal. Az első volt ebből az orosházi, akik ugye a 6. helyről várhatták ezt a hétvégi találkozót. Játszatok még a Szeged KKS-e otthonában a jövő hétvégén, aztán a Szent István-ese otthonában, játszatok még Gödön, és még érkezik a Kispest az utolsó előtti fordulóban. Hogyha ezt nézzük, nagy valószínűség szerint ezek a meccsek fogják beárazni a csapatot, illetve az, hogy hol fogtok végezni tavasszal, és egyesével ilyen esélylatolgatás gyanánt rámegyünk, akkor mit vártok ettől a négy mérkőzéstől? Kimondottan csak ettől a négy mérkőzéstől. Hát a napi forma szerintem nagyon sokat fog dönteni, tehát az, hogy... Az előbb hogy mondta neked? Sablon. Igen. Sablon. Igen, köszönjük el. Nem, de ezt tényleg így gondolom, és nem azért, hogy a pályán effektív mit tudunk nyújtani, hanem fejben. Tehát, hogy, és ez Viktor is mindig mondja nekünk, hogy nekünk ezen múlik a legtöbb mérkőzés, hogy elhisszük, nem hisszük el, hogy mit tudunk megcsinálni, és hogyha elhisszük, akkor nagyjából bármelyik csapatot meg tudjuk verni, és azt gondolom, hogy erre például a Kispest egy jó példa, hogy bárkit meg tudunk meg verni, és a Szeged pedig pont egy jó ellenpélda, mert szerintem ott, és még Barbival szoktuk beszélni mai napig, hogy ott szerintem esélytelnek voltunk a győzelemre, se játékban nem tudtunk felnőni hozzájuk, se fejbe. Igen, érdekes, hogy ezt mondod, hogy mennyire hiszitek el. Ugye pont a Szeged KKS elleni rangadó lesz a következő kiemelt összecsapás jövő hétvégén, jövő szombaton. Ott, ahogy te is mondtad az őszi mérkőzésen, itt a Lányka úton, tényleg egy perce sem tűnt úgy, hogy itt bármi esélyünk van, hiszen átrobogtak rajtunk, átfutottak. Érdekes egyébként, hogy a második szezon ez, amikor a Szeged KKS-ével játszunk, akkor nincsen esély, mert egyértelműen jobbak úgy tűnik a pályán. Szerintetek mennyire fog az változást okozni az eddigiekhez képest, hogy ugye télen edzőváltás történt Szegeden, és az a Bakó Botond, aki hát eddig rendre győzelemre vezette a Szegedet ellenünk, most már az orosházi férfi csapatot irányítja az NB1-ben, és hát egyelőre a Szeged bár most az elmúlt hétvégén is nyert, de az első fordulóban, nézem is egy kicsit puskázok, Szentendrén 26-26-os döntetlent ért el, kvázi, hát azért az egy meglepetés pontvesztés volt. Várható némi visszaesés a Szegedtől, vagy inkább fogalmazzak úgy, hogy másfajta játék az ő teljesítményükben, mint ami mondjuk Bakó Botond irányítása alatt volt? Hát nem tudom, hogy mennyit tud változtatni egy új edző egy olyan nem? csapaton. Úgyhogy úgy értem, hogy most lett a váltás télen, úgymond, olyan sok időt még ugye nem töltöttek úgymond együtt, tehát nem tudom, hogy mennyi változást tud belevinni a csapat életébe. Viszont ha magunkat nézzük, mert szerintem most az sokkal fontosabb, akkor szerintem mi viszont teljesen más arcunkat mutatjuk azóta, illetve szerintem teljes más arcunk is van, mint évelején, mikor először a Szegedet fogadtuk. Tehát, hogy az mindenképp fontos, hogy amit Gerda is mondott, hogy teljesen máshogy állunk hozzá a mérkőzésekhez, és szerintem annyi pozitív dolog történt velünk azóta, hogy magabiztosan kell kimennünk, és mint mondtam, a védekezés, ami szerintem nagyon alap dolog, az viszont azóta nagyon összeállt. Tehát itt szerintem a
mi részünk sokkal fontosabb lesz, mint hogy ők most mit fognak játszani. Nyilván videózunk majd, meg tudjuk, hogy vannak-e változások, de erről még szerintem nem tudunk úgy többet, hogy mennyit változott az ő játékuk. Hogyne, viszont ettől függetlenül az elmúlt három egymás elleni Szeged-KKS elleni mérkőzést elveszítettük. Tehát ha lehet így mondani, akkor egy kicsit mumussá vált a Szeged, és hát éppen ezért lenne nagyon nagy fegyvertény, hogyha most a Tisza partján sikerülne nyerni, hiszen akkor egy újabb riválist sikerülne úgymond lerázni, hiszen az öt pont azért nem akartam felhozni, de jó, tudjuk, jó, hogy ez, tudjuk, hogy az öt pont az női kézadom a másodosztályban az nem egy nagy előny, pláne ennyivel a végre, de azért tényleg az öt pont az három meccsnyi különbséget jelent, tehát papíron azért az egy nagy különbség. Az Orosházát most úgy gondolom, hogy sikerült lezárni, lerázni, és hát így jönnek sinorban a meccsek, utána a Szent István, ugye ők is három pontra vannak jelen pillanatban, a Göd négy pontra, a Kispest most hat egységre, szóval az a helyzet, hogy nyilván majd itt még játszanak a többi nagy is egymás ellen, és remélhetőleg lesznek még körbeverések, de hát nem nyugodhatunk meg egy rangadó, egy győztes rangadó után sem, hiszen azért ott vannak a riválisok a nyakunkon. Persze kérdés az, hogy mi a cél, de hát mint minden sportoló gondolom, hogy ti is attól függetlenül, hogy mi volt a hivatalos célkitűzés, nyerni akartok mindig. És hát, hogyha mindig nyertek, akkor az bajnoki címet jelent. De most tényleg ne erről beszéljünk, hanem a tavasz további részeiről, hogy ezek a kiemelt rangadók. Beszéljünk a Szent Istvánról velük kapcsolatban. Milyen mérkőzésre lehet számítani? Hiszen ősszel egy, hát talán a legteátrálisabb meccset velük játszottatok, amikor a második fél időben kijöttetek, és 18 percig nem lőttetek gólt, és azzal eldőlt minden. Szerintem nekünk nagyon sok meccs azon múlik, hogy túl izguljuk, vagy nem. Tehát, hogy... De ez miért van? Tehát most Petrovics Gerda NB1-be játszott, nem tudom mennyit, te is játszott NB1-be. Voltatok utánpótlás válogatottak is, ugye? Igen. Tehát, hogy játszottatok talán egy NB1-be, hát hogy nem? Vagy nem, ezt most így a csapat nevében mondtam, mert én mondjuk pont nem vagyok egy izgulós típus, tehát én nem. De hát azért sokan szokták mondani a csapatból, hogy izgulnak, meg hogy teljesen le vannak blokkolva, stb. Tehát szerintem a teher az, ami nyilván, hogyha már első helyen áll a csapat, akkor úgymond mindenki elvárja, hogy akkor minden vagy legtöbb csapatot várjuk meg, és szerintem nekünk még ez úgymond teher a kisebb csapatok ellen is, tehát, és nekünk azokat is meg kell nyerni, nem csak ezeket a rangadókat, mivel ugye, amint már mondtam, hogy nincsen olyan sok csere lehetőségünk, mint más csapatoknak, vagy akik előttünk állnak, tehát mi vagyunk így mondjuk 10, akik szoktunk játszani, és most ez így csúnya kimondani, de hogyha nem megy, akkor nem biztos, hogy tudnak olyat cserélni helyetted, aki mondjuk meg tudja menteni a csapatot, igen. Tehát ez is egy plusz motiváció is egyébként, de teher is, hogy muszáj úgymond jól játszanod, mert ha nem, akkor nem tud kisegíteni helyetted, úgymond. Tudom jó, hogy nem beszéltek erről véletlenül sem, hiszen nem jó men. Még mindig csak a következő meccs, de hát látjuk a tabellát, 3 ponttal vezetjük a bajnokságot, 16 gólos imponáló különbségű győzelem az orosházi rangadón. Tehát az ember azért számolgat fejben, milyen meccsek jönnek meg, stb. És azért szurkolok, biztos, hogy ilyen jól látok, elkezdenek agyalni azon matekozni, hát, hogy mi kell ahhoz, hogy bajnok legyen a csapat. Én nem akarnám véletlenül sem most ezt a nyomást rátoknak, én nem is fogom, de mint újságíró, és most beszélgetünk, mégis felteszem a kérdést, hogy mennyire gondolkoztok ezen? Mert tudom, hogy tudat alatt azért ott van, és látjátok a tabellát, figyeltek az eredményeket. Szombaton Rutka Peti küldte nekem az SMS-t, hogy a Kispest kapott megint 5 góllal ezúttal Hódmezővásárhelyen. Tehát, hogy figyelitek a riválisokat, tudom, csak magatokat kell, de hogy azért ott motoszkál a fejetekben, hogy ez egy igazán nagyon-nagyon szép tavasz is lehet? Hát az enyémben mindenképp, nem tudom, hogy Gerda hogy van vele, de nagyon jó lenne már ott az élen végezni az első helyen. Tehát nagyon sok munka van bennünk, szerintem soha nem érdemelnénk még meg, mint most esetleg, hogyha tényleg annyira jól alakulna, mert most tényleg nagyon sokat dolgozunk érte, hogy meglegyen, de
De ahogy mondtad, és ez így is van, hogy mindig csak a következő, ugyanis még attól függően, hogy beszélünk a riválisokról, nagyon sok olyan meccs lesz, ami úgymond kötelező győzelem, és nyilván azokat is, tehát az első, hogy azokat be kell hozni, és utána a rangadókból viszont néhány meccset meg kell nyerni ahhoz, hogy ott tudjunk lenni. Úgyhogy még nagyon kemény tavasz áll előttünk. Az szerintem. Egészen biztos. Gerda, te hogy vagy vele? Hát én már elmondtam neked a múltkor is, amikor az Eszterházinak nyilatkoztam, hogy hát őszintén szóval az én fejemben szinte semennyire nem motoszkál ez. Tehát én megpróbálom teljesen ezt kizárni. A rutin. Visszatérve a 2 évvel ezelőtti szezonra. Tehát, és szerintem az tényleg olyan jó tanuló pénz volt, hogy nem szabad előre elhinni, meg belejelni magunkat, mert akkor az akkori meccsekre már nem tudunk úgy összpontosítani, ahogy kellene. És első erről 3. lettünk, tehát én nem gondolok ennyire előre. Az az eszembe, hogy Debre Viktor vezetőedzőtök azt szokta nyilatkozni nagy előszeretettel, hogy az eredmények, a tabella sosem hazudik. Tehát mindenki ott áll, amit megérdemel. Most, hogyha ott állunk az elsőn, akkor nyilván ezt érdemeljük meg, ezt érdemeltek meg, hiszen ugye azért dolgoztatok. És megint visszakanyarodva 2 évvel ezelőttihez, hogy ha emlékeztek, akkor ugye nagyon fájó volt az utolsó fordulóban az első erről a harmadikig repülni, de akkor a Kisvárda és a Kispest csapatát sem sikerült megvernünk az összesen 4 mérkőzésből. Ugye volt 2 vereség, meg 2 döntetlen. Most ha azt nézzük, a riválisok közül, ugye nem mindenkivel, csak egyen játszottunk oda-vissza, de az Orosházat már oda-vissza vertük. A Kispestet meg tudtuk verni idegenben, tudtunk nyerni a Göd ellen. Volt az a Szent István és Szeged elleni vereség, amit ki lehet javítani. De hát, hogyha ezeket összehasonlítjuk a komoly meccseket, hogy idén azért vannak komoly rangadó győzelmek, és hát az eredmények, ahogy Debre Viktor is mondja, soha nem hazudnak. Hát kívánom, hogy ne hazudjanak, és mondjuk most elsősorban szombaton a kézilabda Szegedes ellen büntessük meg, hogy lemondták a dobókupát. Majd jövő héten egy másik szegedi csapatot is büntessük meg azért, mert 3 meccse folyamatosan vernek minket. Kívánom a legjobbakat, de most azért nézzünk még egy kis eredményt, hiszen bár perc maradt a műsorunkban, ha már eredményekről volt szó. Hiszen ahogy említettem, tavasz eddig 2 forduló ment el az NB1-be keleti csoportjából. Nézzük az eredményeket. A 14. körből, ez ugye az előző hétvégén volt. Itt a Kispest hazai környezetben a Nyíradony ellen kapott ki 34-33, hát ez szerintem eddig a tavasz meglepetése. Hajdúnálás Pénzügyőr 30-32, nyert a Balmazújváros, nyert a Göd az Orosház elleni rangodon 32-30-re. A miaink találkozójára már volt szó, 38-25-re nyertünk a Hódmezővásárhelyen, és nem tudom miért mondtam 28-15-öt itt az adás közben, hiszen ugye ez a jó eredmény. Szentendre Szeged KKS 26-26, ez is egy meglepetés, és a végén Gyömrő Szent István 16-34. Még egy eredménysor az elmúlt hétvégéről. Lányok, hogyha esetleg van közben olyan eredmény, amit szívesen kommentálnátok, akkor nyugodtan nyújtsátok fel a kezeteket, vagy csak szóljatok bele nyugodtan. Pénzügyőr Szentendre 28-35, Szentendre jól kezdett azok után, hogy a dobókupát is megnyerte egyébként. Hódmezővásárhely Kispest 36-31. Egy újabb meglepetés eredmény, Szent István Hajdúnálás 30-28. Hát itt azért nem lett volna rossz, hogy a Hajdúnálás elcsíp egy pontot, nem közel voltak hozzá. Mi is beszéltük, de aztán azt is beszéltük, hogy hát így ennyit nem lehet már. Hogy ennyi szerencsénk legyen. Már túl sokat. Volt annyi pekünk, hogy egy kis szerencse, azért túl sok szerencse sem árt, maradjunk ennyiben. Szeged KKS a Balmazújváros 31-20. Nyíradon Gyömrő 38-17, mi ugye 40-24-re nyertünk Orosházán, és a végére egy 15 gólos Gödi győzelem a Tisza partján. Megnézhetjük azt is, ahogy áll a bajnokság ragyogóan, hiszen első az Eszterházi KSC csapata 26 ponttal, második a Szeged KKS 23-mal, Szent István SE 23, Göt 22, Kispest 20 és Orosháza 19. Hát az Orosháza már 4 meccsen kívülre került, bízunk benne, hogy velük nem kell foglalkozni, pláne azért, mert oda-vissza sikerült őket megvenni, de ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon kiegyenlített a bajnokság továbbra is. Még egy csapatunkkal foglalkozzunk, hiszen a férfi kézilabda NB1 is elkezdődött. Az elmúlt 2 hétvégén rendezték az első 2 tavaszi fordulót. Először a 16. fordulóról beszéljünk, ahol a Vác otthonába látogattak a fiúk, az Egeres-BS Eszterházi, és hát egy pocsék hajrá után, egy pocsék végjáték után végül is egy gólos vereség lett a vége. Láthatjuk, a Vác 27-26-ra nyert. Az utolsó 4 órában összesen 2 gólt lőttek, az Egriek pedig még akkor 4-jel is vezettek. Hát kár érte, súlyos árat fizettek a góltalanságért Tóth Edmond tanítványai.
láthattuk a többi eredmény is, de nézzük inkább most már a 17. fordulót, ahol az Egeres B.S. Eszterházy a Ferencváros otthonába látogatott. 30-25 lett a végeredmény. Itt egy szoros első félidő után egy második játékrész elejé hullámvölgy, gyakorlatilag el is dőlt a két pont sorsa. Így kettőből semmivel állnak a fiúk jelen pillanatban a tavaszi idényt illetően. Láthattuk a többi eredményt is, és hát a előkelő téli 5. pozícióhoz képest 2 helyet sikerült hátra csúszni, de láthatjuk, hogy 4 darab olyan csapat van az 5-től 8. pozícióban, akik egyaránt 17-17 egységet gyűjtöttek. Nagy a csata itt, tehát a középházban, és hát bízunk benne, hogy meg lesz hamarosan az első tavaszi két pont, még annak ellenére is, hogy ugyan ma este, erről mindjárt beszélni fogok, Magyar Kupa mérkőzést játszunk a Tatabányán a Körcsarnokban, legközelebb pedig jövő hét kedden érkezik a Szeged, utána pedig a Veszprém, tehát nem egyszerű a sorsolás, gyakorlatilag zsinórban egymás után jön a 3 legerősebb magyar csapat a bajnoki tabella alapján, de hát ilyen az élet. Lányok, zárszóként még esetleg valamit szeretnétek elmondani itt a nézőknek, jöjjenek, szurkoljanak szombaton is, az egész tavasz során is, jövő héten Szegedre is utazzanak utánatok. Ez túl nagy kérés lenne? Nem, hát legfeljebb nem jönnek. Tehát van valami zárszó? Nekem nincs. Nekem van, jöjjenek szüntetni szombaton. Na, és amikor csak tudnak. Akkor a sablonversenyt Buzsáki Nikolett nyerte 2-1-re. Itt a végére köszönjük szépen. A heti menetrendetnél megtekintetjük, hogy milyen mérkőzéseket ajánlunk kedves nézőknek az Eszterházy csapatait illetően. Ugye, ahogy említettem, ma este 18 órától, tehát én itt fecsegek, már nagyjából az első félidő hajrájából járunk az Egeres B.S. Eszterházy Tatabánya Magyar Kupa mérkőzésnek. Ugye ezt a Körcsarnokban rendezik. A kosárlabda NB1-ben holnap, azaz szerdán 18 órától Bajára látogat az EK Eger KOK együttese, akik hát sajnos még tavasszal nem tudtak nyerni. Női kézilabdában szombaton 18 órakor érkezik a kézilabda Szegedese a Lenka útra, és még vasárnap egy kosármeccs Debrecenben BKG Prima Ese az első listavezető otthonába látogatnak Váci Péter tanítványai 18:45-től a Hajdúságban. Tehát ez a mérkőzés, és akkor ami a televíziós közvetítéseinket illeti, egyből utánunk most megtekinthető a hétvégi női vízilabda mérkőzés, méghozzá Cetefeger BVRC találkozó. Holnap pedig 18:30-tól, az a szerdán megtekinthető majd az Egeres B.S. Eszterházy Tatabánya Magyar Kupa találkozó. Ez az, amit tudunk önöknek kínálni. Pénteken 19:30-tól pedig az Egri Csavar újabb adásával jelentkezünk itt a Létszám televízióban. Lányok, köszönöm, hogy itt voltatok. Örültem. Gyorsan elment ez a fél óra, mert jó volt a hangulat. Ismételt, amikor így itt voltatok, várunk titeket vissza, és hát, ahogy említettem... Én már idén nem jövök. Abba te ne legyél olyan biztos. De tényleg sok sikert kívánok, és nagyon sok erőt a tavaszra, meg okosságot, hogy ne szúrjuk el. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kedves nézőnek, köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, kedden 18 órától, hiszen ne felejtsék, elindult a tavaszi szezon, elindult az Eszterházy sport is, így mostantól minden héten jövünk a sportos egyetemi hírekkel. Minden jót, a viszontlátásra!